Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Nagyon örülök, hogy ennyien azért vagyunk. Abba bízom, hogy majd egyre többen leszünk idővel, és elhíresül ez a Fortalicska nevű zenész találkozó, amit ebben az évben már 5. alkalommal rendezünk. A rövid története ennek az, hogy 2001-ben volt az első Talicska verseny, és mindig gondolkodtunk rá, hogy még mit lehetne ezt hozzá kapcsolni, és az első években elindult a Rock Talicska, idén már 11. lesz, de mivel nekem a folk egy kicsit közelebb áll a szívemhez, táncos mi voltunknál fogva, ezért törekedtünk, hogy mikor lehetne. Úgyhogy 5 évvel ezelőtt indult útjára a Folk Talicska, és reméljük, hogy hosszú élete lesz. Nagyon köszönöm a nézőkön kívül a szereplőknek, akik már itt föllépnek, hogy elfogadták meghívásunkat. Ezek a műhelyek, akik itt részt vesznek, szerintem nagyon-nagyon értékes dolgot művelnek, és még ha nem is mindig hálás a feladatuk, meg nincsenek túlfizetve a vezetők, de olyan missziót teljesítenek, ami mindenképpen tiszteletre méltó, és ehhez gratulálok is, és azt kívánom mindannyiuknak, hogy további hittel, erővel, egészséggel ezt végezzék, hiszen ez a műfaj, amit mi itt erőltetünk, ez olyan, hogy mondjam, a néptáncról is tudom, hogy csináljuk, de a mai világ, ez a digitális világ nem ennek kedvez, és én nagyon aggódom is emiatt, de teszünk ellene, és ezért van Folk Talicska. Én bemutatom Siklósi Krisztián zenész barátunkat, aki szintén zenepedagógus, kiváló zenész, meg mindenféle jót tudnék róla mondani, majd ő egy pár szóval még bemutatkozik, akit megkértünk idén, hogy legyen műsorvezető, hiszen jó, hogyha valaki szakmailag is tud ehhez hozzátenni, amit a színpadon látszik, tehát hogy hangzásban. Nagyon jó szórakozást kívánok, és még egyszer nagyon köszönöm az érdeklődésüket. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy megtiszteltetésért, hogy itt beszélhetek önök előtt és egy ilyen rendezvényen. Ugyanis itt a jövő generációja fog bemutatkozni, akiért ugye úgymond az elődök, azok élnek és nevelik őket. Reméljük, hogy önöknek is tetszeni fog ez, mert hogy akik följönnek a színpadra, azoknak biztos, hogy tetszik az, amit csinálnak, mert hogy mi mindannyian szerelmesek vagyunk a néphagyományba, a népzenébe. Úgyhogy jó szórakozást kívánok a ma estére mindenkinek. Az első műsorszámot fogom bejelenteni. Káli Nagy Villő, Karikás Mirtil, Pivkó Julianna népdal trió következik egyenesen Hosszú Hetényből. Felkészítőjük Detrich Pálné. A hetényi lányok, Pivkó Julianna, Karikás Mirtil, Káli Nagy Villő, a 3. 6. osztályos kislány az iskolai népdaléneklési versenyre állt össze énekelni. Nyugodtan gyertek föl, hát rólatok beszélek, mindenki lásson benneteket. Később úgy gondolták, hogy megyei szinten is megmérettetik magukat. Ez nagyon jól sikerült, aranyfokozatot kaptak. Műsorukon Hosszú Hetényi népdalok szerepelnek. Jó szórakozást kívánunk! Mondják oda a mikrofonhoz. Köszönöm. Nagy hetény, de be van kerítve. Oh.
államban. Nagy hetényben, nagy hetényben, nincs több legény, csak három. Az is elment, az is elment, részt aratni a nyáron. Majd mikor az aratásnak vége lesz, a legszebbik, a legjobbik az én vőlegényem lesz. Nagy hetényben, nagy hetényben, nincs több leány, csak három. Az is elment, az is elment, markot szedni a nyáron. Kék mandlika van a karcsú derekán, jaj de szépen, jaj de szépen, hajlik a marok után. Túlsó sorba esik az eső, ne menj arra, rózsám eleső. Sáros lesz a picike cipőd, megver érte régi szeretőd. Túlsó sorba van a mi házunk, ajtó mögött van a kis ágyunk. Gyere rózsám, aludjunk egyet, haragítsuk az öregeket. Gyere rózsám, aludjunk egyet, haragítsuk az öregeket. Olyan el az éjjel, cönöge madár, ablakodba álltam, kedves fiolám. Miért hát be nem jöttél, cönöge madár? Féltem az urattól, hogy itthon talál. Nincs itthon az uram, cönöge madár, a mohácsi erdő hidakat csinál. Jó lovai vannak, hamar hazaér. Jaj, lesz neked rózsám, hogyha nálam ér. Rossz lovai vannak, nem ér ma haza. Mulathatunk rózsám egész éjszaka. A következő fellépünk a Mohácsi Tambura Iskola. Azt mondta a dedesz, hogy mindenképpen mondjam be. Mládi Tamburási, remélem jól mondtam, Mohácsról. Versendi Kovács József, a népművészet mestere készítette fel őket. Kovácsevics Miklós, Magyar Levente, Kovácsevics Domján, Illés Radena, Várfalvi Ádám, Szalcsán István, Mikusa Martin, Stefanov Milán, Bénis Dorián. A Mohácsi Tambura Iskola nemrég ünnepelte 20 éves fennállását. Sok jó tamburás nevelkedett az iskolában, a noviszádi versenyeken három növendékük is ért el nemzetközi sikereket. A zenekar 2 éve alakult. Jó szórakozás! Egy pár pillanat türelem, a technikus bácsik gyorsan összerakják a mikrofonokat. Akkor addig én kérdezek, jó? Beszélgethetünk? Szabad? Szeretsz beszélni? Igen, mert annyira kíváncsi vagyok, hogy ez milyen hangszer a kezedben. Bass prim. Tambura. Így van. Te vagy a prim tamburás? Ott a túloldalon? Ez... Értem, és nálatok ez úgy van, hogy a másik oldalon áll mindig a prim tambura? Van helyszíne ennek, hogy neked hol kell állni? Hát a primán szokott általában a zenekar szélén állni, hogy belássa az egész zenekar. Értem, ez nagyon jó. Szuper. Akkor így, ugye ez a tambura brácsa. Nagyon jó. A tambura bőgő, és ezek mind prim tamburák. Igaz? Prímek? Igaz? Csak nem ti vagytok a prímások, hanem ti kísértek. Felváltva? Nagyon jó. És ki játsza a terc szólamon? Ott van a Szajcsán.
Nagyon jó. Azt mondd meg nekem, hogy ezt így tanítják neked a telt szólamot, vagy hallod is a füleddel már, és így már bármit játszanak, és te már tudod a telt szólamot. A bácsi szokta mondani. Értem. Hát szeretem, amikor megszólítom a gyerekeket, és zavarba hozom őket. Jó szórakozás!
Thank you.
drága tanár úr, megállíthatom csak egy szóra. Való igaz, amit a színfalak mögött hallottam, hogy a 20 év alatt már több mint 100 tamburás. Hát annyi biztos. Ezért érdemel egy tapsot a tanár úr. Köszönjük szépen. A következő műsorszámunk, illetve a következő szereplőnk Jánosi Enőke lesz Hosszú Hetényből. Felkészítője Detrich Pálné. Enőke még csak 6. osztályos, de már is rutinos népdalénekesnek számít a kistérség és a megyei népdalénekesi versenyen kiemelt arany minősítés szerzett. Most boncidai népdalokat fog énekelni. Szerettelek, nem tagadom, de már annak vége vagyon. S aki miatt vége vagyon, annak az ég jót ne adjon. Háj, na-na-na-na-na-na-na-na. S aki miatt vége vagyon, annak az ég jót ne adjon. Háj, na-na-na-na-na-na-na-na. Eljárhatsz már kapum előtt, nem vigyázlak, mint az előtt. Eljárhatsz már kapum előtt, nem vigyázlak, mint az előtt. Mert az előtt vigyáztalak, s szívem újult, ha láttalak. Háj, na-na-na-na-na-na-na-na. Mert az előtt vigyáztalak, s szívem újult, ha láttalak. Háj, na-na-na-na-na-na-na. Boncidai nagy hegy alatt van egy forrás titok alatt. Aki abból csuhajvizet iszik, babájától elbúcsúzik. Nem úgy van most, mint volt régen, nem az a napsüt az égen. Nem az a napcsaj, nem az a volt, nem az a szeretőm ki volt. Aki volt már rég elhagyott, szebbre vágyott, mint én vagyok. Szebbre vágyott, hely, de nem kapott még olyat sem, mint én vagyok. Szebbre vágyott, hely, de nem kapott még olyat sem, mint én vagyok. Most egy hangszeres énekes következik, Szakcsról, Tobak Zsombor, felkészítő tanára Kis Alfréd. Tobak Zsombor 3. éve tanult citerázni, rendszeresen szerepel a Szakcsi asszonykórussal. Nagyon szeret énekelni, és a háztáji jószágairól is gondoskodni. Felnőttként állatokat szeretne gyógyítani. Egy rába közi tréfás dalokból készült összeállítást és sárközi népdalokat fog előadni. Ez utóbbi összeállítással a Mohácsi Schneider Lajos népzenei versenyen arany minősítést szerzett. És amíg itt a mikrofonok elkészülnek, engedjenek meg egy személyes történetet. Hát mi is zenészként, meg főleg fiatal zenészként sokat előfordultunk asszonykórusok közelébe. És ezt azért is jó emlék számomra, mert az asszonykórusnál mindig volt egy plusz szelet rántott hús, vagy szendvics, és ezt el lehetett fogyasztani tínédzserként, úgyhogy szerintem ez jó út. Jó szórakozást kívánok! Oh,
bugyogó kis menecske volna jó. Köszönöm szépen!
A következő, amit mondani fogok, az ugye hát valószínűleg a korom miatt van, hogy mindent elfelejtek. Már ötször szólnak nekem, hogy mondd be, hogy ki készül fel. Mert hogy tudják, hogy ki következik majd, kinek kell a színpad mögé jönni. Úgyhogy most azzal kezdem, hogy el ne felejtsem, hogy a Bartalovics Zsófia fog majd következni azok után, akik most már a színpadon vannak, a Kőhidi Recht Duo. Ők Pécsről jöttek, felkészítő tanárok Havasréti Pál. Az iskola nevét a 20. század első felében Pécs városában tevékenykedő pedagógus néprajzkutatóról kapta, akinek életműve útmutatásul szolgálhat mind az oktatói munka, mind pedig a hagyományok felkutatása, megőrzése és átörökítése terén. Az iskola egyéni arculatának kialakításában ezért fontos feladatként fogalmazódik meg Berze Nagy János munkásságának feldolgozása is. Az intézmény célja a Kárpát-medencei kultúra, a népi hagyományok ápolása a művészeti nevelés eszközeivel, a városi iskolák mellett a kis településekre való eljuttatása, és ezáltal testben és lélekben egészséges, művészetek iránt fogékony fiatalok kinevelése, a kiemelkedő tehetségek gondozása. A népművészek oktatása során környezetünk megismertetésével és ápolásával múltunk értékeinek, hagyományainknak megőrzésével az iskola szerepet kíván vállalni a gyermekek identitásának formálásában, kulturális sajátságaink megtartásában. Az iskola fennállása óta nagy hangsúlyt helyez a tehetséges tanulók felkutatására és felkészítésére néptánc, népzene, képző és iparművészet, szín és bábjáték területén. Az utóbbi években a tehetséggondozás kiemelt fontosságú az iskolai oktató-nevelő munkában. Partnereink közül elsődleges szerepet juttatunk tanulóink szüleinek, hiszen csak velük együtt tudjuk megvalósítani kialakított elképzeléseinket a tehetséggondozás terén. Telephelyeink, amelyek egyben partnerintézményeink, fontos szövetségeseink a művészeti oktatásban kitűzött céljaink elérésében. Alföldi Oláhos és Csárgás tekerővel, klarinéttel, Kőhidi Recht Duo, Recht Balázs, Kőhidi Máté.
nem arra, hogy téged szólítalak meg, bocsáss meg, de most az az igazság, hogy ismerem azt a hangszert, de hallottam természetesen róla, de szerintem a közönség is kevésbé ismernek tekinti a tekerőt. Mondanál róla egy pár szót, te miért tekerőzöl? Tehát hol találkoztál vele, hogyan ismerted meg, és mesélnél róla, mert annyiféle húr van rajta, meg ott tele van gombokkal, mind a zongora, van rajta fekete, meg fehér. Tanárom kezében láttam meg először, ott tetszett meg igazán. Előtte annyira az Alföldi zenével igazán nem ismerkedtem meg, és akkor utána jött ez a szerelem szerintem így első látásra. Hát ez egy nagyon különleges hangszer, mert kevesen játszanak rajta. Franciaországból indult az ezres évek elején, és onnan terjedt el egész Európába utána. Vivaldi és sok híres zeneszerző írt rá dallamokat is később, utána a Pásztorokkal szerelett. És az utolsó feljegyzés az 1940-es években egy Szeged felé tartó vonaton kódultak bele. És utána Bársony Mihály bácsi elevenítette fel őre tekerőt. És tőle maradt nagyon sok felvétel, egy ilyen szentesi tekerős. És onnan lehet újra megint ismert. Még egy kérdés. Mi ez a sok húr rajta, és ezek hogy vannak hangolva, és miért? Ugye? Értek hozzá. Egyből leviláglik a kérdésekből. Most először is van egy kerék, egy fakerék, ami be van gyantázva, és úgy működik, mint a hegedűnek a végtelenített vonója. Ugyanúgy dörzseli a húrokat, és akkor azzal szólal meg. Van egy dallamhúr, amin a dallamot játszom. És úgy működik, hogy a zászlókkal, ahogy benyomja az egyik gombot, úgy lehet rövidíteni a húrok hosszát. És úgy lehet a dallamot eljátszani. Van egy recsegő húr, ami útra van hangolva, és úgy működik, megjösszítem a tekerést, akkor ez a kis fapöcök felemelkedik a hangszernek a tetejéről, és visszacsapódik, és attól lesz attól hogy lehet a ritmust alájátszani a dallamra. És van még egy basszus húr rajta, ami csak simán olyan Atta meg azért van tekerve a húrokra, hogy finomabban szóljon, tehát ne legyen el a karcosan amilyen. Köszönöm szépen, kedves Balázs, Isten áldjon benneteket. Köszönöm szépen. Azért Pali bácsi, megérdemel ám a Balázs egy ötös szerintem, mert így kíváncsi lennék még valakit ilyen keresztkérdések elé tennék a hangszerével kapcsolatban, ilyen széles körben el tudnál magyarázni ilyen bugyut embernek, mint én vagyok. Hát akkor a következő fellépő, amint már mondottam, Bartalovics Zsófia, Hosszú Hetényből, felkészítő Detrich Pálné. Bartalovics Zsófia, 6. osztályos. Hallatlan szorgalommal vesz részt a próbákon, folyamatosan képzi magát. A versenyeken ezüst fokozatot ért el. Most hadikfalvi népdalokat fog énekelni. Felkészül a hegedűs banda és egy meglepetés. Hadikfalva, jaj, de szép hegy van, mert a templom a közepébe van. Körös körül aranycsipke, rászállott egy búzsgerlice. Miért sírsz, te búzsgerlice, visszajön a te párod ide. Nem kell nékem senki párja, mert az enyém el van zárva. El van zárva, rezes zár alá, Ferenc Jóska
te meg, babám, szabadulj ki. Szabadulnék, jaj, de nem lehet, Ferenc Jóska, sej, de nem eresz. Nyújts ki, babám, két karodat, öleljem a derekadat. Kicsi pipa, pipácskám, szeretőmnek feje fáj. Nem mondtam én, hadd fájjon, nem mondtam, hogy pipáljon. Csicseri borsó, bablencse, kökény szemű menyecske, hadd üljek az öledbe, hadd nyúljak a zsebedbe. Oda biza, te ne nyúj, pénz van ott, es nem tapló. Pénz van ott, es nem tapló, vörös csizmára való. Mikor kicsi leány voltam, zamaratni járógattam, Markot nem tudtam hajtani, szeretőt tudtam tartani. Édesanyám mondta nékem, minek a szerető nékem, de én arra nem hallgattam, titkon szeretőt tartottam. Édesanyám sok szép szava, kit fogadtam, s kit nem soha, de most bezzeg megfogadnám, kezét, lábát megcsókolnám. Hegedűs banda, Komlóról. Táncolok is egy kicsit. Felkészítő, Mészáros Vince, Kis Alfred. Hegedűs Blanka, Hegedűs Luca, Hegedűs Botond. Érthető, hogy miért hegedűs banda. Komlón több mint 10 éve folyik népzene oktatás. Célunk, hogy a fiatal népzenész palánták mielőbb részesülhessenek az együttmuzsikálás örömében, a zenészek kalandjaiban, táncosaik mellé kísérő zenészeket neveljünk. Az Erkel Ferenc Művészetoktatási Intézményben vonós népzene oktatás folyik. Hegedűs Blanka és kísérői Botond és Luca. Botond bőgőn játszik, Luca cimbalmon. Ők a pöndői néptáncosai. Kisgyermek koruk óta tanulnak népzenét. Most bukovinai muzsikát adnak elő. Jó szórakozást kívánok! Felkészül Katona Ildikó. A Brácsánál a Vince tanár bácsi fog ma muzsikálni. Thank you.
következőkben egy koprodukció fog következni. A Bonyhádi Zeneiskolából Biszak Bence Attila fog muzsikálni. Ők egymásra találtak, és így összejárnak zenélni. És az előbbi prímásunk most brácsázni fog. Úgyhogy fogadják szeretettel ezt a kis széki muzsikát a új sütetű csapattól. Felkészítő Katonáné Gunst Andrea és Katona Bálint.
André Ovo néniről jut eszembe, hogy megint egy személyes vonatkozás, hogy a Csurgó zenekarra pont itt voltunk délelőtt az óvodában egy koncert erejéig, és hát Andi néni, köszönjük, hogy itt lehetünk, mert nagyon jól éreztük magunkat. Aztán, hogy ezt még taglaljam, a Csurgó zenekar egyre több szállal kötődik ide hosszú heténhez, és ezt azért is mondom, hogy tessék majd jól kihasználni, ugyanis az egyik tagunk, aki bőgőzik nálunk, a Huba, ő ide költözött hosszú heténybe, úgyhogy egy kicsit most már mi is hosszú hetényiek vagyunk. Ugye megengedik ezt nekünk. Katona Ildikóról pár gondolat. Ildikó kicsi gyermekként családjában szerette meg a népzenét, néptáncot. Most föltartalak egy kicsit, tudom, hogy már nagyon énekelni, de ezt kiadták, el kell mondjam. Családja szerint előbb énekelt, mint beszélt. Kezdetben csak a szomszédait boldogította folyamatos éneklésével, majd első osztályos korától versenyekre is jár, ahonnét rendszeresen a legjobb minősítésekkel tér haza. Legutóbb Pécset megrendezett Kodály Zoltán országos népdalverseny megyei fordulóján kapott aranyminősítést. A dalokat testvérével, édesanyjával tanulja archív és autentikus hangfelvételekről. Példaképe Sebestyén Márta. Nagy vágya igazi népdalénekestől tanulni. Most kedvencei közül két moldvai dalt fog elénekelni. Fogadják szeretettel! Nyújtsad rózsám a kezedet, már csak egy szót szóljak veled. Nyújtsd a kezed keresztesen, búcsúzzunk el ürükősen. Egy szembúza, kettő rózs felöntöttem, járjad most, ha lejárja, felverjük, sír a gyermek, megverjük. Ügyelj, fiam, kapu felé, mikor enged anyád elé, hogy futhassunk hátra felé, hogy ne fájjon hátunk elé. Emel székely legénykének, süski szemét szegénykének, s eklézsei legénynek, süs pogácsát szegénynek.
Kovács Máté következik. Pécsről, a Berze Nagy János Művészeti Iskolából. Az előbb már elég hosszan beszéltem itt a Berze Nagy János Művészeti Iskoláról, így most, ha megengedik, nem olvasom fel még egyszer az ismertetőt. Lukács Máté fog játszani kobozón. Moldvai muzsika lesz. El akarod kezdeni, vagy kérdezhetek? Oké. Milyen hangszer család? Lancsféle, és főként Moldvában használják ezt, a csángóknál. Ez egy ilyen Romániában elterjedt, főként kísérő hangszer, de lehet dalokat is játszani rajta. Köszönjük szépen! Jó szórakozás! Rajkó Tambura zenekarra következő, aki felkészül, mindjárt kibogozom, mert volt egy kis variálás, aki felkészül, az Kruzsely Pálma hosszú hetényből. Szóval a Láncsóki Rajkó Tambura zenekar következik, nem sokára 8-an följönnek a színpadra, Orsos Sándor a felkészítőjük, ez egy tambura zenekar lesz.
Hát azt mondták, hogy nyugodtan soroljam fel a neveket, mert hogy elég sokféle hangszeren játszik mindenki. És erről eszembe jutott egy történet, amikor egy nyírségi faluban gyűjtöttek, és ugye a hangfelvételek végén mindig megkérik a zenészeket, hogy mondják rá, hogy ők kicsodák, és milyen hangszeren játszottak, mikor születtek. És az egyik brácsás is felsorolta mindent, csak azt felejtette el megmondani, hogy milyen hangszeren játszik. És akkor megkérdezték, és milyen hangszeren játszik? Ha mikor mi? Szóval itt is így lesz, hogy mikor mire van szükség. Orsos Sándor által felkészített gyerekek, Jaksics Milán, Batánovics László, Kovács Dávid, Korsos Erik, Orsos Sándor, Kovács Dávid, Varga Kornél. A zenekar 5 éve működik, számos fellépéseken vettek részt, fesztiválokon, falurendezvényeken. Legutóbb a Schneger Lajos zenei versenyén aranyminősítésben részesítették őket. A mostani műsorban magyar és szerb dalokat fognak játszani. Egy pár pillanat és beszerelik a mikrofonokat. Most azon morfondírozom, hogy kit támadjak le addig. Én a harmonikást fogom letámadni. Mert hogy az előbb bemutatásra került a tambura, elég sokféle módon. Megbeszélhetünk? Nem probléma? Inkább a mesterrel. Jó. A harmonika hogy kerül a tambura zenekarba? Szokott? Az észláv zenekarban egy fontos momentum, fontos hangszerelés, az hangszer, a harmonika, ugye nem, hát maga a balkáni zenének az egy fontos jellege, meg a délszláv zenekarban fontos hangszer, a harmonika, azt gondolom. Van ennek egy külön technikája is, igaz? Van egy technikája természetesen, ki hogy bűvöli természetesen. Köszönjük szépen! Jó szorakozást a láncsokiakhoz!
Rózsai Pálma következik hosszú hetényből. Mielőtt róla beszélnék, a következő fellépő majd a Víg Banda lesz, ők készülnek föl. Rózsai Pálma Dietrich Pálné tanítványa, 8. osztályos. Na te nem 6-os vagy. Hát az egész 6. osztály szerintem énekel. Csak azért mondom, varázslatos éneklésével mind a kistérségi, mind a megyei népdaléneklési versenyen kiemelt aranyminősítést kapott. Nemrégiben Franciaországban is szólót énekelt egy kórusfesztiválon. Mit énekeltél ott? Ott is népdalt? Ugyanezt énekeltem, amit itt volt. Nagyon jó. Akkor repülünk most együtt Franciaországba. Ezúttal csángó dalokat ad elő. Fogadják szeretettel Rózsai Pálmát. Attól engedelmet kérem, mi
Annyira jó, mindig följövök a színpadon, és olyan, mintha nekem szólna a taps. Szóval a Víg banda következik, Pécsről felkészítőjük Havas Regi Pál, az ő nevét már elég sokszor elmondtam, hála Istennek. A Víg banda, hát én kaptam egy ilyen háttérinformációt, miért lettetek ti a Víg banda, kérdezem én, a Prímás. A Máté miatt. Hát egy zeneiskolába jártunk, és elhatároztuk, hogy akkor, hát, hogyha mind a hármat, vagy mind a négyen tudunk játszani, hát akkor elkezdtük, és belecsaptunk a közepére. Van még egy ötödik énekes is, csak most nem tudott eljönni. De ez a Víg, ez honnan jött? A Vígak? A Vígak vagyunk, igen, mert olyan jó muzsikálunk, hogy mindenki boldog lesz. Köszönjük a tapsot! Hát akkor úgy legyen, Víg muzsika következik. Széki négyes, lassú és csárgás. Recht Balázs. Hoppá, az előbb a Balázs tekerőzött, most meg brácsázik. Hát tessék. Köhidi Sebestyén, Lukács Máté, ők lesznek a zenészek, és Katona Ildikó régi ismerősünk Hosszú Heténből. Ő fog énekelni. Fogadják őket szeretettel. Yeah.
hosszú hetényi fellépő következik. Kettő. Két finom úri hölgy, akik az előbb odajöttek hozzám, és megkértek, hogy mutassam meg, hogy mit írtak róluk, mert hát ezért csak nem jönnek föl úgy a színpadról, hogyha valami nem olyan lenne írva a papírra. Reinhardt Júlia, Molnár Veronika, népdal kettős következik hosszú hetényből. Felkészítő Detrich Pálné. A negyedik osztályos, Molnár Veronika és Reinhardt Júlia szólistaként a megyei népdalénekelési versenyen kiemelt aranyfokozatban részesült. Két hónapja úgy döntöttek, hogy együtt is próbálkoznak a népdalénekeléssel. Baranyai népdalokat fogunk hallani tőlük. Szeretnék elmondani, mert hogy én nekem ez ilyen nagyon szívmelengető dolog a népdaléneklés, hogy illetve nem is elmondanám kérni önöktől, hogy Detrich Pálnének, Klárnének még egy tapsot adjanak. Annyi kislány jött az ő keze alól, Isten áldja meg a szorgos munkáját, és köszönjük neki. Jó egészséget kívánok! A következő együttes a Zengető zenekar. Felkészítő Bergics Lajos, Pécsről jöttek. Katona Bálint, Pifkó Dániel, Méhes Mátyás, Recht Áron és
ne haragudj, Dorka, de te esszel ejted, vagy essel? Essel. Foster Dorka. A Ciszterszégent Nagy Lajos gimnáziumának népzenei együttese, a Zengető 2002. februárjában alakult. Mikor születtetek? Változó. Jó, már gondolom 2002 előtt. Célja, hogy megismerje és bemutassa a magyar hangszeres népzenét, különös tekintettel annak szakrális kapcsolataira. Az együttes tagjai évközben egyéni órák keretében sajátítják el a hangszeres játék alapjait, a közös próbákon és fellépéseken pedig az együtt muzsikálás technikáját. Az évek során a körülbelül 10-12 fős tagság folyamatosan cserélődik az iskolai zenekarok sajátságos életének megfelelően. Itt a magyarázat! Eddigi működése során a zenekar számos sikert mondhat magáénak. Már megalakulása után 4 hónappal elnyerte a Helikon Fesztivál népzenei fődíját, ami azóta újabb 2 alkalommal is sikerült. Díjakat és elismerést szerzett népzenei vetélkedőkön, fesztiválokon. Az Engető rendszeresen fellép az iskola rendezvényein, kíséri a Magura táncegyüttes, mely szintén a gimnázium együttese. Bemutatkozott Németországban, Lengyelországban, 2 alkalommal Törökországban, 2006-ban önálló CD-lemeze jelent meg. Az együttes felkészítő tanára Bergics Lajos. Mielőtt bemondanám, hogy mit játszanak, készültem kérdéssel, mert hogy itt olvastam, hogy Németország, Lengyelország, Törökország, és nem, ugye nem azért mondanám, hogy velem ilyen esetleg előfordult, de hogyha a külföldi útra megy egy zenekar, és ott vannak csajok, akkor hát körül szokott nézni. Hát én ilyet nem csinálnék, nekem feleségem van természetesen, de hogy a fiatal koromban, a tinédzser koromban, emlékszem, hogy voltak olyanok, akik ilyenekre vetemettek, és meg akartam kérdezni a fiúkat, hogy nálatok is ez hogy megy? Szóval, hogy a csajok akkor, amikor, úgyhogy hátat fordítok, de itt gondoltam, téged választolak ki, az előbb nagyon ágált el ellene, hogy nehogy neked szóljak. És szóval, hogy mondd már meg nekem, hogy ez hogy van, a csajok máshogy néznek az ember, amikor muzsikál? Természetesen. Meg lehet nézni most is. Nagyon jó! Már előre elnézést kérek. Hogy bírod ezek között? Hát van még egy lány. Ja, értem, akkor van kivel beszélgetni. Hát akkor jó szórakozást kívánok. Ja, hogy mit muzsikálnak? Bartók Béla, román népi táncok. Gondolom nem a klasszikus verziót, hanem azoknak a dallamait, ahogy eredetiben, autentikusan szólt. Hajrá, fiatalok! Éljenek a csajok!
Bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység népzenész növendékei fognak következni. Felsorolni nem fogom tudni az összes tagot, mert van, aki nem tudott eljönni, meg az egyik meg itt ül a nézőtéren, mert tegnap az osztálykiránduláson a kezét jól összerondította. Bence, hol vagy? Itt vagy? Nincs itt, hogy hallgatja meg, áh. Nos, szóval ő sajnos nincs velünk. A felkészítő tanár az én vagyok, én követtem el őket. És fogadjanak szeretettel egy olyan összeállítást, amiben megpróbálunk mindenkit egy kicsit bemutatni. Mindenkinek lesz egy kis dolga, meg lesz egy kis közös is, meg énekelni is fogunk a végén, azt nem ússzák meg. Fogadják szeretettel a bonyhádi növendékeket. Thank you.
gondoltam, ha hívom a Benkét is meg, annyira hiányzott ez a pontozó, Szárcsevási pontozó innen. Köszönjük szépen! Sonkerék zenekar, hosszú heténkből, felkészítőjük Keserű Árpád. Tagok: Bartalovics Zoltán, Erdei Benedek, Kozmári Benedek, Kruzsely Pálma, Kruzsely László, Lázár Péter, Molnár Ádám, Molnár Ferenc, Radó Bence. A Sonkerék zenekar 10 főből áll. Vezetőjük Keserű Árpád és Kruzsely László. A zenekar célja a hosszú hetényi népű együttes utánpótlásának nevelése. Tavaly nyáron Erdélyben vendégszerepeltett Torga Szent Lászlón, idén Németországban, Alfdorfban kísérték a népi együttest. Testvértelepülés Alfdorf. Jó, mert mintha amikor jöttem volna, ki lenne írva. Ez nagyon szép ettől a hosszú heténytől, hogy kiírja a testvértelepüléseit. Hetényi népdalcsokrot játszunk. Én nem, de ez van írva. Jó szórakozást hozzá! Éljenek a fogósok! Hangosítás nem kell!